Sziasztok! Most, hogy írtatok egy dolgozatot az első világháborúból, ezért magunk mögött is hagyjuk ezt a nagy világégést, vagy ahogy szokták annak idején, a nagy háborút, hogy a nagy háborúnak hívták, mert lehet, hogy sejtették, hogy lesz még egy, de inkább még ebben nem voltak olyan biztosak, tehát nem első világháborúként hivatkoztak rá, hanem inkább nagy háborúként. És megnézzük, hogy nézett ki Európa a háború utáni években közvetlenül. Beszélni fogunk itt a társadalmi, gazdasági helyzetről, illetve a békeszerződések során létrejövő pénzforgalomról, jóvátételi kötelezettségekről és államadósságokról, és ennek megfelelően a nemzetközi kapcsolat. Ugye beszéltük azt, hogy Európának ez egy hatalmas nagy emberveszteséget jelentett ez a háború, amihez már évszázadok óta nem volt fogható, ugye 10-15 millió halott, 20 millió sebesült, ha ez még hozzácsapjuk a spanyol NATO áldozatait, akkor meg egy egészen elképesztő számot kapunk a korhoz képest, tehát láthatjuk, hogy ez sokkolta gyakorlatilag az európai lakosságot minden résztvevő országban, a spanyol NATO pedig még azokban az országokban is, ahol nem vettek részt a háborúban. Szomorú volt, ugye, hogy a spanyol NATO leginkább a 30-asokat tizedelte, tehát nem is, mint a mostani járvány az idősek körében szedett áldozatokat, hanem az életerős fiatal generációkat is megtizedelte. Plusz még hozzájön az, hogy vissza kellett állítani magát a társadalmat is a békekorszakra. Rengeteg katona jött haza, akik ugye éveket töltöttek a fronton, őket újra be kell integrálni, be kell illeszteni a társadalomba, és ez elég nehéz, ha belegondolunk, hogy 3-4 éven keresztül azzal foglalkozott valaki, hogy embereket öljön, hogyan állítsák megint oda egy gép elé, és hogyan ne forduljon például szélsőséges ideológiák felé. Van egy általános kiábrándultság is a társadalomban, mégpedig mivel szemben? Ugye azzal a rendszerrel szemben, ami gyakorlatilag a háborúhoz vezetett, mi is volt ez? Ugye tanultuk, ez a második ipari forradalom után következő boldog békeidők rendszere, ami gyakorlatilag a 19. század utolsó évtizedei, amikor féke veszett módon fejlődött a gazdaság, elharapózott a szabadversenyes kapitalizmus, kiélesedett a gyarmatosítás és az imperializmus, tehát ez egy nagyon dinamikus, fejlődő korszak volt, ugyanakkor picit ilyen kontroll nélkül is fejlődött, kontroll nélkül is száguldott előre ez a ipari, technológiai és egyben társadalmi átalakulásokat is magával hozó fejlődés. Ez itt megtorpant, mert gyakorlatilag ugye egy háborúban csúcsosodott ki, és ez egy általános kiábrándultsághoz vezet. Az emberek csalódnak a kapitalizmusban egy picit, csalódnak a vállalkozó szellem diadalában, csalódnak a pénz hatalmában, és más rendszerek, más filozófiák felé kezdenek el mozdulni, ami nyilván a politikai palettának a szélén lévő folyamatoknak kedvez. Ugye egyre jobban megerősödnek az ilyen idegenellenes, jobboldali, szélsőséges mozgalmak, plusz megerősödik a zsidó ellenesség, azaz az antiszemitizmus is. Ugye nagyon sokan a háború során megváltozott, sőt, a háború során megromlott társadalmi helyzetüket próbálták a zsidókra fogni. Ezt Németországban például kiválóan példázza az úgynevezett Dolchstoßlegende, azaz tördöfés elmélet. Mit jelentett ez? Azt jelentette, ha képet látjátok, hogy Németországot igazából nem az Antant hatalmak győzték le az első világháborúban, aminek az volt a
nem is annyira valóságot nélkülöző alapérve, hogy gyakorlatilag Németország területén nem volt front. Tehát a csapatok, az állóháború vonalai, a lövészárkok ugye nem német földön húzódtak, hanem Németország úgy fejezte be a háborút, hogy csapatai francia földön álltak, francia és belga területen álltak. Ergo, sőt, a szovjetoroszokat pedig legyőzte, tehát a Dorstos legenda hívei azt mondták, hogy a hadsereget igazából nem győzték le, hanem orvul a kommunisták, szociáldemokraták és a velük szövetkező zsidók a hátországban lehetetlenítették el a harcoló hadseregnek a lehetőségeit, tehát a harcoló hadsereget, és úgymond hátba szúrták a német dicsőséget küzdő katonákat. Ez nagyon szépen hangzik, viszont nem igaz, mert ugye tanultuk, hogy 18-ban igazából hiába állt külföldön a német hadsereg, egyszerűen olyan szinten kimerült, mint emberanyagban, mint hadianyagban, mint élelmiszerben, mint erkölcsi tartásban, morálban, motivációban, hogy egyszerűen már nem volt képes sikeres offenzívákat indítani az Egyesült Államokkal megerősített és az Egyesült Államok ellátmányaival megerősített antant seregek ellen. A másik oldalon pedig egy forradalmi hangulat bontakozik ki, ugye ez a baloldal. Munkásmozgalmak alakulnak, ugye, akik egyre több jogot követelnek azért, mert végig dolgozták a háborút a gyárakban, és egyre többet termeltek egyre kevesebb pénzért, egyre feszítettebb tempóban, és egyre jobban szerveződnek ezek a baloldali kommunista mozgalmak, kommunista szociáldemokrata mozgalmak. Ez meglátszik a művészetekben is, kicsit hamarabb nyomtam a gombot. A művészetekben is megjelennek olyan irányzatok, amiket gyakorlatilag a háború szül meg, a háborús hangulat hoz létre. Ilyen ugye a futurizmus, ami ugye modern sebességet, veszélyes életmódot, és egyre durvább ilyen jobboldali szélsőségek felé mozduló életfilozófiát dicsőít. Ugye ez a technikai fejlődés, gépek, gyakorlatilag tényleg a háború szülte vívmányoknak és a technikának a gyors, veszélyes, kockázatokat vállaló életnek a ábrázolása. Akkor ilyen még ugye a szürrealizmus, ugye láthatunk, biztos ismeritek ezeket a képeket, ugye Salvador Daliról beszélünk, ő egy nagy példája. Szürrealizmus ez ugye az, amikor ilyen gyakorlatilag nem létező, nagyon merészen összerakott figurák, formák, szimbólumok valóságtól teljesen elrugaszkodott módon találkoznak. Ugyanakkor ezzel ugye azt is próbáljam mutatni, hogy ez a világ is egyre jobban eltávolodik a józan észtől és a valóságtól. Ennek a legdurvább formája pedig a dadaizmus, ami pedig az értelmetlen művészet, mivel a dadaisták azt mondták, hogy mivel a háború értelmetlenné teszi a társadalmi értékrendet és az eddigi világot, ezért ezt a művészetnek is tükröznie kell, művészetnek se kell, hogy legyen értelme, sőt a művészet értelmetlenségével lehet legjobban hogy is mondjam, illusztrálni vagy kidomborítani a háborúnak és ennek a világnak az értelmetlenségét, ezért születnek ilyen gyönyörű műalkotások, amiknek igazából belegondolunk semmi művészi értéke nincs, és pont ez a művészi értékük. Mindenképpen beszélnünk kell még a hölgyekről ebben a korban. Ugye a háború az nagyon erőteljesen befolyásolta nem csak a férfiak életkörülményeit, hanem a hölgyekét is. És pedig miért? Mert a férfiak nagy részét frontra küldték, ezért szükség volt munkaerőre, ergo egyre több nő állt munkába a haditermelésben. Ez azt jelenti,
hogy öntudatra is ébrednek a nők, mégpedig joggal, ha már ők is lehúztak műszakokat a gyárakban a háború alatt, akkor egyenlő jogokat követelnek, mint a férfiak. Ez ugye a női emancipáció folyamata, azaz a női egyenjogosításnak az igénye, ami nagyon helyesen a korban megerősödik, és egyre több hölgy vonul az utcára, és kívánja azt, hogy például szavazati joggal rendelkezzen, vagy akár hasonló fizetést kapjon, mint a férfiak ugyanabban a munkakörben. Ez picit a divatban is jelentkezik, a nők már nem öltözködésben látni, hogy már nem csak az otthon ülő, vallásos, visszahúzódó, szemérmes házi tündér szerepében tetszelegnek, hanem elkezdenek egy picit kihívóbban öltözködni, elkezdenek ilyen úgymond polgár, kicsit polgárpukkasztó módon közlekedni, egyedül kimerészkedni az utcára, és úgy viselkedni, mint a társadalom egyenjogú tagjai, ami teljesen rendben is van így. Itt mutatok nektek még egy szociáldemokrata plakátot, ami nem csak azért érdekes, mert ugye a munkások és a szociáldemokraták megerősödnek a korszakban, hanem konkrétan ők azzal is kampányolnak, hogy hasonló kötelezettségekért hasonló jogokat kapjanak a hölgyek, mint a férfiak. Tehát konkrétan ez egy hölgyeket megszólító plakát. Közben utána néztem gyorsan, 1 billió németül az nem a milliárdot jelenti, hanem az 1000 milliárdot, tehát még durvább, 1000-szer milliárd. Próbáltam így a Wikipédiában megkeresni, így a... Látjátok, a csuda elsötétedett, de mindjárt mutatom, ez egy ilyen szám. És ezt megszorozzuk 100-zal, tehát még 2 nullát bígyeztetek oda, és akkor látjátok ennek a pénznek az értékét. Nem volt jó a korban, tehát általános iskolásnak lenni, ha szöveges feladatokat oldottak meg. Plusz még jön az a probléma, hogy jóvátételt is kell fizetni. Ez ugye a vesztes országokat érinti. A vesztes országoknak, mint Németországnak, vagy a monarchia utódállamainak, köztük ugye Magyarországnak is, jóvátételt kell fizetnie a győztesek számára, ami egy elég komoly összeg, az ilyen büntetés gyakorlatilag. Mivel jár ez? Ugye németül reparációnak hívjuk ezt a jóvátételt. Nagyon hamar azzal jár, hogy a német gazdaság összeomlik és fizetésképtelenné válik. Hogy próbálják ezt a franciák megoldani? Erőből. Direkt mondtam franciákat, mert ugye elsősorban a franciáknak és a briteknek tartoznak ezek a frány németek, akik nem elég, hogy kirobbantottak egy háborút a franciák szerint, aztán még fizetni is tudnak utána. A franciák ezt úgy próbálják megoldani, hogy páncélosokkal és hadsereggel megszállják a Ruhr vidéket 23-ban. Tudjuk, ez Németországnak a nyugati, nagyon iparosodott vidéke. Próbálják a franciák így unblock megszállni a vidéket, és azonnal származó nyersanyagokat és haditermelést kapásból Párizsba irányítani. Ez nem jön be, nem oldja meg a problémát, tehát nem fog Németország többet fizetni. Más lehetőségek után kell nézni. És ezt a lehetőséget próbálja orvosolni az úgynevezett Dove's terv, de mindjárt ezt még mondom picit részletesebben is. Inkább gyorsan nézzétek meg azt, hogy mi is volt a probléma. Ugye Németország fizetett jóvátételt Anglia és Franciaország számára. Ebből pedig a britek és a franciák fizették az USA-nak a kölcsönöket, amiket az USA adott nekik a háború folyamán. Mi volt a bibi? Azt, hogy mivel a német gazdaság az konkrétan összeomlott, tehát elszegényedett, nem tudott termelni, ezért nem tudott jóvátételt fizetni sem a briteknek, sem a franciáknak, és ennek következtében az ő összeomlott gazdaságuk
pedig nem tudott az USA-nak fizetni. Így mindenki szomorú, mert gyakorlatilag gazdasági válság bontakozik ki. Hogyan lehet ezen segíteni? Ezt más néven úgy is hívjuk, hogy körbetartozás. Ezt így érdemes nektek is egy picit elgondolkozni rajta, hogy az életben is vannak ilyen szituációk, hogy ezt a körbetartozást el kell kerülni, tehát sose kérjél úgy kölcsön pénzt, hogy majd, ha egy másik haverod, akinek te adtál kölcsön, megadja, akkor te visszaadod ezt. Mert ha ő maga nem adja meg, akkor te se tudod megadni másnak. Tehát itt borulhat a dolog, ergo mindig csak akkor adjunk kölcsön valakinek, ha tényleg tudjuk nélkülözni, és saját magunknak nincsen szükségünk kölcsönre. Na, hogyan orvosolja az USA ezt a dolgot? Geniális módon, ez a Dove-terv, fontos kiejtés, Dove-terv, hogy, és kapaszkodjatok meg, hiteleket ad, illetve gazdasági befektetéseket indít el. Hol? Németországban. Tehát a vesztes országban az egykori ellenfél gazdaságát úgy állítja talpra, hogy kölcsönt ad németeknek, és talpra állítja befektetésekkel és kölcsönökkel a német gazdaságot. Így a németek már tudják fizetni a jóvátételt, és a britek meg a franciák, mivel megkapták a jóvátételt, tudják fizetni a törlesztéseiket az USA fele. Plusz, és ez nincs rajta képen, a németek visszafizetik majd a megerősödött gazdaságból az USA-nak ezt a hitelt. Miért képes erre a német gazdaság? Ugye ne felejtsük el, mit tanultunk az első világháború előtt, hogy a világ két legerősebb gazdasága az mi is volt, az egyik az USA, a másik pedig második helyen a háború előtt ugye a német gazdaság volt. Tehát a német gazdaság az lepipálja a britet és a franciát, tehát képes erre. Így örültek az emberek, mint látjátok a képen a Dove-tervnek, ami 29-ig tart is, 29-ben pedig, amikor már működik a német gazdaság, akkor jön a másik terv, ez a Young terv, ez pedig 1989-ig a jóvá, nem hülyeséget mondtam, tehát a jóvá tételnek a részleteit megállapítja. Tehát fixálják azt, hogy évente mennyit kell fizetnie Németországnak. És ezt elvileg 1989-ig kellett volna fizetnie Németországnak, franciáknak és a briteknek. És a durva az, hogy még ez csúszott ugye nyilván második világháború, meg egyéb dolgok miatt, amit majd tanulunk. De pont Németországon voltam, tehát 2009-10 fele volt az, hogy írtak az újságok, hogy na most fizettük ki a franciák az utolsó petákot is. Ja. Beszélünk egy kicsit még a nemzetközi kapcsolatokról. Az pedig ugye ennek az új Németországnak a nemzetközi elhelyezkedése. Ez miért fontos? A gazdaságát talpra állították, de kellett valami garancia arra, hogy ez a német, az új Németország ne támadja meg újra Európát. Aki ezt a németek ebben partnerek voltak, Gustav Stresemann volt az a német politikus, aki az úgynevezett teljesítési politika híve volt, ami azt jelenti, ezt tessék így megegyezni, teljesítési politika, hogy a német birodalom kormánya lemond a revansról, tehát nem akarja az elvesztett területeit visszaszerezni, és külügyminiszterként mondta Stresemann azt, hogy ő nem is tud képviselni olyan külpolitikát, ami ezt megváltoztatná. Tehát a németek jó gyerekek lesznek, fizetik a jóvátételt, és nem akarnak területeket visszaszerezni.
Ezt a Németországot egyébként úgy is hívjuk ekkor, hogy Weimári Köztársaság, ugye új zászló is jelenik meg, de a hivatalos neve amúgy Német Birodalom, tehát Deutsches Reich. Ez egy polgári demokratikus rendszer lesz, ugye a császárság után, tehát köztársaság lesz. És első körben főleg az ilyen szociáldemokrata és közepes irányultságú kormányok fognak hatalomra kerülni. És mint mondottam, Stresemann kapcsán a teljesítési politika nagyon fontos. Németország egy nemzetközi szerződésben, és nem tudom, rajta van a prezentáción, úgyhogy inkább így mondom, írjátok le, ez a Locarnói szerződés, Locarno, a Locarnói szerződésben 1925-ben a szerződést is köt a egykori Antant országokkal, amiben tényleg szerződésben is vállalja azt, hogy nem kívánja megváltoztatni a Párizs környéki békerendszert. Vagyok megint. Hogy próbálnak a németek kitörni ebből a válságból, még rögtön a háború után, tehát most ne csodálkozzatok, ha visszaugrunk 22-be. Tehát amikor még nem volt Dovsterv, és nagyon rossz volt a német gazdaságnak a helyzete, még előtte kötöttek egy megállapodást, na kivel? A másik Außenseiterrel is szépen mondva, tehát a másik gyerekkel az osztályból, akit mindenki csúfol, azaz szovjet Oroszországgal, illetve ugye nem sokára Szovjetunió néven fog már futni. Ez az úgynevezett Rapallói Egyezmény, ahol jobb hiány, hogy egymással kezd el kereskedni a háborús vesztes Németország és az új politikai berendezkedése miatt nemzetközileg nem szalonképes Szovjet-Oroszország. Ők például egymásra szemben elengedik a jóvátételeket, tehát azt mondják, hogy jó, már nem tartozunk egymásnak semmivel, és vannak ilyen érdekes kísérletek is, hogy a németek például a repülőtechnikájukat és a tudományt, amit ezt a ismeretanyagot és tapasztalatot, amivel rendelkeznek, ezt nem, mi a német földön nem tarthatnak légierőt, ugye a békeszerződések miatt, ezért Szovjet-Oroszországban építenek ilyen titkos repülőbázisokat. Jön a már említett Locarnói szerződés, ez pedig, majd otthon tessék szépen elolvasni, ez ugye a határok sérthetetlenségét és a békeszerződéseknek az elfogadását garantálja 25-ben. Németország és az Antant között jött létre. Ennek egy további folyamánya pedig az, hogy 26-ban a német birodalmat még a Népszövetségbe is felveszik, 1926-ban, ugye miután feláll a gazdaság, újra a Dovsterv segítségével fizetnek jóvátételt, illetve garantálják azt, hogy a békeszerződéseket tiszteletben tartják, ezért felveszik Németországot a Népszövetségre. A Népszövetségbe, tudjuk, ez ugye egy ilyen nemzetközi szervezet, ami a háború után jött létre, gyakorlatilag az ENSZ elődje. 1928-ban még egy fontos paktum van, ez gyakorlatilag csak így megerősíti a lokális szerződésben kimondottakat. Ez a Briand-Kellogg paktum, ugye Kellogg-ot a Cornflakes miatt ismerjük, ami vicces egyéb, vicc volt egyébként, de nem ő találta ki a Cornflakes, csak az is egy Kellogg. Ugye látjuk, hogy a Németország, az USA, Belgium, Franciaország, Nagy-Britannia, India, Lengyelország, Csehszlovákia, stb. Stb. Vannak még egy páram. Annyit mond ez a Kellogg-Briand paktum, hogy ha bármilyen konfliktus lenne, ezért azt nem háború után kell elintézni, lemondanak a háború mint eszköz alkalmazásáról, hanem békés úton szabad keresni. Mint láthatjuk, ez 28-ban következik be, és egy darabig még tartani, működni is fogja ez a rendszer, de szerintem nem spoiler ezek, azt mondom, hogy nem sokáig. Na, köszönöm szépen, ennyi volt.